egy olyan utazásra indulunk, melynek során bemutatjuk a gletszerek világát Tirol és Salzburg tartományban. Meghódítjuk a Kistánhort, a Pitztáli csúcsokat, valamint ellátogatunk Salzburgba is. Mindezt tesszük Mészáros Árpád Zsolttal, aki először csatol snowboardot a lábára. Mészáros Árpád Zsolt Magyarország egyik legsikeresebb musical énekese. A hatalom itt csak ostoba látsz, oh! Ami itt lenn, folyton szabad a tánc. A nyíregyházi születési színész fiatalkorra ellenére sok nehézséggel megküzdött már. De a jó kedv és az akarat erő eddig minden nehézségen átsegítette. Így győzte le a rákot is. Betegsége óta sokkal jobban értékeli az élet apró örömeit is. Mindent bevállal, ami világra szóló élményekkel kecsegtet. Ezért indult a 2010-es Nemzeti Vágtán. Ezért indult túrára a Himalájába. És ezért döntött úgy, hogy kipróbálja a snowboardozást is. A forró hangulatról és a változatos ízekről a Knorr bögreleves gondoskodik. Andi és Árpi első állomása az ausztriai Pitztál. A kocsiban még olyan vidámnak tűntél, most még egy kicsit feszültnek. Megvolt az elméleti oktatás, gyakorlatilag úgy érzem magam, mint egy hóember. Én nem tudom, ez eléggé költséges sport, meg eléggé fárasztó az, hogy beöltöztetetek, meg sem bírok mozdul. Itt vagyunk lent a parkolónál, és a Gletscher vonattal felmegyünk a olyan 2840 méterre. Azt tökéletes. És ezek a színek egyébként azt jelentik, hogy milyen erősségi fokozata van a pályának. Akkor a piros az egyen, igaz? Nem, igazából egy kékkel fogjuk kezdeni, közvetlen ott a vonat mellett. Kékkel fogjuk kezdeni, és aztán jön a piros? Majd a feket. Ezt komolyan gondolod ezt meg? Igen, komolyan, egészen komolyan. De szóval, bírok kijön. Lesznek még itt bajok. Ajaj! Cool, eh? Úristen! Vigyázz! Nyitják a kapukat! Szedd össze magad! El fogunk késni! Itt van a templom kapu! Na, indulás! Siessé, mert elmegy a vonat. Ez vonat? Ez egy mozgó lépcsőhöz hasonlít inkább. A Pitztáli csúcsokra a Pitz Panoráma bánnal juthatunk fel. Ez a szerelvény 8 perces föld alatti utazással visz fel bennünket 2840 méteres magasságba. Innen érhetjük el Tirol legmagasabb hegycsúcsait. Pitztálba ugyan 8 órás autóút vezet hazánkból, de megéri a gyűrődés, mert itt akkor is kitűnőek a pályák, ha éppen nem esik a hó. Így a kezdők és a profik is megbízhatnak a pályák állapotában. Pitztálban 37 kilométernyi sípályarendszer használható, melynek 90%-a piros jelzéssel rendelkezik. Árpi, nem jó, nem így kell használni! De így kell, nézd! Na most, amíg Andi észre nem vesz, addig gyorsan egy kis bátorító. Nem tudom, mennyi bátorságot lehet egy pitztáli hüttében összeszedni, de a túlzott magabiztosság a sípályákon sokszor megbosszulhatja magát. Majd én megmutatom ennek a hegynek! Megmutatom, hogy kezd snowboardozni. Nézd csak, itt az én deszkám, és mindjárt felcsatolok, egy kis türelmet kérek szépen tőled. Nincs ennyi időm. Mert rám vagy bízva, és vigyáznom kell rá. Néztem ilyen videó megosztó portálot, ilyen hegyekről, meg ilyen sziklákról ugrálnak le. Azt te ma nem fogsz, nem akarlak elkiseríteni. Bármilyen bátor és ügyes vagy, nem. Megyek oda fel, onnan lecsúszok, az jó? Onnan lecsúszhatok? Onnan lecsúszhatsz. Na jó, egy kis gyerek szánkódombról nyugodtan lecsúszhatsz. Megindult. Ez az! Mindenféle tanítás nélkül annyira ügyes. Gyerünk felállni, gyere tovább! Ne add fel, gyere! Igazából ős tehetség. Amikor felcsatoltuk a lecet először, akkor egy kicsit bizonytalanabb lett az állásom, hiszen nagyon, nagyon fix ponton kell a két lábnak helyezkedni a deszkán. Egy picit fura volt, de mivel gyerekkoromban sokat gördeszkáztam, ez valamilyen szinten adott volt ez a fajta testtartás. Először is csak egy lábon, még mielőtt fékezni tanulnánk egyáltalán, hogy megérezd a deszkát, gyere. De nem száguldozni akarunk, minek fékezni. Rárakod a lábad, és odáig tolod a kötésig. Igen.
aztán lerakod a lábad, és akkor be tudsz fékezni. Szuper! Ötöt, mással! Yeah. Kicsit előre terhelsz az orra részére, súlyodat utána hátra terheled, egy picit előre, azaz, egy kicsit hátra. Oké, hogy legyen deszka érzeted. Tökéletes, mehetünk fel? Mehetünk, mehetünk. A türelmetlen mindenedet, na gyere! Borzasztó nagy macera. Tehát átesünk a tűzkerettségen. Az első felmenetelen! Jaj! Hello, hello! Jaj! Nincs ebben gyakorlatilag semmi ördöngőség. Kicsi bátorítás kell, ha esetleg kevés a bátorító, meg kell keresni a közelebbi hűtét. Hova visz az út, vagy még igazság? Itt vagyok! Jövök, tanár néni! Lassabban! Langsam, slow! Langsam, langsam! El akartam óvni a kezdő hölgyet, úgyhogy csak ezért estem el. Végig pipiskedünk. Szuper, nagyon jó vagy. Azt mondja, de magasabb vagyunk! Jaj! Nagyon! Jaj! Jézusom! Félelmetes! Te nem félsz egyáltalán? Nem. Amúgy én se. Mészáros Árpád Zsolt nagyon bátran és vakmerően kezdett bele a snowboardozásba. Nem gondoltuk volna, hogy Árpinak problémái lesznek a sífelvonókon, de a gatya ebben az esetben legalább szárazon maradt, legalábbis ahogy látom. Hop-hop-hop! Na, mi volt a hiba? Túl az élén mentem. Túlságosan igen, hátra estél, és ezért az élét beakasztottad a hóba, és ezért elestél. Igen, a felállás is egy tudomány, gyakorolnak kell. Nem pihenünk egy kicsit? Nagyon-nagyon fájt a tomporom. Tehát általában az ember vagy térdre, vagy fenékre, hátsó felére esik. Hát még ülni csak-csak most már, de az első napokban még nem nagyon tudtam. Fáradt vagy? Egyáltalán nem! Nincs megállás, gyere! Egy igazi hajcsár! Andi és Árpi a fárasztó hegyi kiképzés után pihenésképpen egy rövid salzburgi városnézést iktattak be. A Dóm, Mozart szülőháza és Közép-Európa egyik legnagyobb éppen maradt vára bőven elegendő látványosságot nyújt egy párnapos kiránduláshoz. Mivel azonban Árpi és Andi még folytatni akarták a snowboardozást a közeli Kaprunban és időhiányában voltak, lovaskocsira pattantak, ahol Mészáros Árpád Zsoltot rögtön magával ragadta Mozart városának zenés hangulata. Dallamok és szólamok, fortissimók és sóhajok, meg ritmus képlet. Lovaskocsival az egész város bejárható. Ráadásul Salzburgban természetesen a kocsisok között is találunk magyar. És akkor megérkeztünk Salzburgnak a legnagyobb terére, ez a Residenz Platz, a Residenz szoborral a közepén. És a Mozart szoborról, amit láttunk az előbb, ami előtt elhaladtunk, arról mit kell tudni? Annak is van egy érdekessége. Hát igen, azt Mozart 100. születésnapjára készítették, igazából a felesége, aki már szintén nem ért, mikor ez elkészült, de ugye végrendeletében meghagyta, hogy ezt el kell készíteni, és ugye történt egy kis hiba, ugyanis a Mozartnak a jobb kezében láthattunk egy tollat, amikor az ő korában még nem is volt toll. És ő balkezes volt. És pontosan is balkezes volt ráadásul. Szia, te! Szerint. 600 év volt az építés ideje. A lovaskocsis városnézés után Andi és Mázs új sporttal próbálkoztak. Azt már láttuk, hogy boldogul Árpi egy bordon. Kérdés, mit kezd két éllel? Egy ötös skálán hányas szinten tudsz korizni? Kettes. Hát tudok hátrafele menni.
Na, akkor az már nem kettes. A fogócska nemzetközi játék. Andinak és Árpinak nem kellett sokáig magyarázni a helybeli gyerekeknek, hogy mit szeretnének játszani. Dumisze Fangel! Én vagyok a fogó! Erisze Fangel! Dumisze Fangel! Soldigem, Zimite! A fogócska vége az volt, hogy a műsorvezető hölgy kiütött egy helyi lakost, véletlenül, de a kislányok nyertek. Így aztán Árpi és Andi menekülőre fogták a bosszú szomjas salzburgi anyukák elől, és a karácsonyi vásár forgatagában vegyültek el. Salzburgban minden az önfelett karácsonyi ünneplésről szól. Az óvárosban a rezidencia és a dombtéren osztrák finomságokat kóstolhatunk, és elképesztő mennyiségű árus között bóklázhatunk. A város ilyenkor választja meg az év kis Jézusát, aki meglepő módon általában lány, mivel jobban mutat a fényképeken. Du bist mir wolkenschwieben, ich möchte für den Tazan tagunnak. Versprich mir. Ja. Versprich mir. Ja. Das inner kommen mag, will bleiben stolz und stark. A vásárosok közül a legtöbben saját kezűleg készített termékeket árulnak. Ez alapfeltétele annak, hogy egyáltalán meghívást kapjanak a salzburgi karácsonyi vásárra. Így van ez a szerencses tannál is. Mit húzunk most, egy ilyen szerencse, vagy most a lottósorsolás? Igen, meg hív. Meg, na. Nem az, az. Ez, jó ja, lesz? Húzz ki. Ne, ez. Azt volt, amit az előbb megfogtál. Amit az előbb megfogtál, az. Előbb, amit előbb fogtam meg, jaj. Szerintem ez volt. Ja. Danke schön, Zatkem. Yeah. Was das bedeutet? Danke schön, Zatkem. Oh, hát akkor danke köszönöm schön. Szépen, hogy eltanítottál snowboardozni. Boldog karácsony. Nagyon szép kabátban jelentél ma meg. Köszönöm. Mozart kedvenc vörös kabátja. Ez pedig Mozart szülőháza. Gyere velem. Végre elérkezett az idő, hogy Mészáros Árpád Zsolt betehesse lábát annak a művésznek a szülőházába, akinél jobban senkit sem tisztel a világon. Mozart ebben a házban látta meg a napvilágot. Itt vett először hegedűt a kezébe, és itt kápráztatta el legelőször családját hihetetlen zenei zsenialitásával. Milyen hasonlóságot vélsz felfedezni Mozart és a te életed között? Hát kicsi nagyképűen azt mondanám, hogy a meg nem értett zseni. De azt gondolom, hogy én is hasonló szenvedéllyel éltem a fiatalkori éveimet, mint ahogy a Mozart. Annyi hitelem nincsen, amennyi neki volt felhalmozva, bár nekem is van, és én is nagyon szép leveleket szoktam írni a bankomnak. És azon felül gyakran én is szoktam olyan triviális nevetésbe fogni, mint amilyenről ő elhíresült az egész világon. Milyen ez a nevetés? Nem tudom, valahogy így. A Mozart család 26 évig élt ebben a házban, és a megszállott Mozart rajongók szerint Wolfi szelleme még mindig él a ház falai között. De Árpi egy meglepő történetben is hisz a világhírű komponista halálával kapcsolatban. Én nem hiszek abba, hogy olyan korán meghalt. Volt egy Mozart második élete című könyv, ami azt taglalja, hogy Mozart deccalottnak tette magát. Igazából 35 éves korában szappannal kenték meg, fagyúval kenték be magukat Konstance Weberrel, és azt tervezte, hogy harmadik nap majd ő feltámad, csak nem tudta felfedni az újjászületését, amit ő tervezett, nem tudta a tervét megvalósítani. Ezáltal elkezdett utazgatni az egész világon, Teofil Zámrot néven. Akkor szerinted járt Magyarországon is? Magyarországon is, hát sőt, még el is mentem megnézni ott a Lánchíd mellett egy budai kis lakásban. Én ebben hiszek, hogy 85 éves korában találták meg Mozartot. A
Amíg Mészáros Árpád Zsolt Salzburgban csodálja Mozart szülőházát, addig lássuk, hogyan készül idei versenyeire a hegyek egyik félistene, Christoph Innerhofer. A Monzai Orvosi Centrumban találkozhattunk vele. Látszik, hogy Garmisch tavalyi hőse most is tökéletes formában van. Remekül érzem magam, boldog vagyok, mostanáig a felkészülés is rendben volt és minden simán ment. Míg a tesztjeim is rendkívül hasonlóak voltak, mint az előző évek ilyenkor. A fő különbség talán az, hogy sokkal nyugodtabb és magabiztosabb vagyok, és nem hiszem, hogy ez az év nehezebb lesz azért, mert az eredményeknek meg kell felelnem, mint ahogyan a többiek mondják. Megvannak otthon az érmeim, és azok nem mennek sehová. Inner idei felkészülése alatt 4 napot foglalkozott műlesiklással. Super G-vel 6 napot, 8 vagy 9 napot óriás műlesiklással és 4 napot műlesiklással. A 27 éves olasz versenyző eddig megnyert már 2 világkupa futamot. A szezon kezdetén Zöldenben ugyanakkor nem volt a legjobb formában. A meredek részen elkövetett hibáját követően a legjobb 30-on kívül találta magát. Az a helyzet, hogy megváltozott az életem, rengeteg elkötelezettségem volt, sokat utaztam, képzeljétek, 30 000 kilométert tettem bele az autóba tavasz óta. Gyakran voltam távol síelni és edzeni. Rengeteg show, fotózás, esemény, díjátadó kötött le, szóval nagyon kevés időm maradt szabadon. Csupán egy hetes pihenem volt a Maldív-szigeteken. Egy élsportoló élete, mint látjuk, még nehezebb, ha sikeres. De a sikerhez sok minden kell egyszerre. Pihenés mellett a síversenyzőknek a technikai felkészültségre is oda kell figyelniük. És ebben a léceiket élező mesterek vannak a legnagyobb segítségükre. Most benézhetünk Lindsay Vonn élezőjének műhelyébe. Sokan talán nem hiszik, de a versenyeredmények jelentős része a hotelek alaksorában található műhelyekben dől el, ahol a síléceket állítják be. Mi csak meg akarjuk nyerni a versenyeket, arra koncentrálunk, hogy gyorsak legyünk, aztán meglátjuk, mi lesz. Heinz Hemerle története 27 éve kezdődött, mint előkészítő. Azaz jóval azelőtt, hogy Lindsay megszületett. A mester több mint 30 éve dolgozik sílécekkel. Legutóbb Bodie Miller élezője volt, de Vonn lecsapott rá. Közös munkájukat egy nehéz döntéssel kezdték, hiszen Lindsay elhatározta, hogy férfi léceket akar használni. 100 és 120 közötti alkalommal teszteltünk. Lindsay mindent érzékel. Ő mindenki másnál jobban érzékeli, hogy mi történik azon az 1-2 milliméternyi részen, ahol a léc éle találkozik a heggyel. És pontosan ezen a pár milliméteren múlik minden. Az élező vagy a mennybe repül, vagy a pokolba zuhan. Ha nyersz, ez a legjobb munka. Ha veszítesz, ez a legrosszabb. A héten Ausztriában hullott hónak jót tesz a következő napok hideg időjárása. A hétvégén azonban már enyhülésre, és ezzel együtt újabb havazásra számíthatunk. A francia és olasz pályákon a héten nem változik sokat a hóhelyzet. Legfeljebb a hét vége felé számíthatunk majd kisebb havazásra. Az észak felől érkező hófellegekből bőségesen hull majd a hó Szlovákiában. A szlovén síterepek viszont továbbra is csak várják a nagy havazást. Mikor tartották az első alpesi sívilágbajnokságot? 1931-ben, 1929-ben, 1941-ben. Küldje a helyes válasz betűjelét SMS-ben a 1799-es számra, és nyerje meg az Alcatel OneTouch 990 okostelefont az Alcatel OneTouch Magyarországtól. Árpi beleszeretett a snowboardozásba, így Salzburgból hazafelé még Kaprunt is útba ejtették Andival. A Kisteinhorn Magyarországhoz a legközelebb eső gletszersítere. A 41 kilométernyi sípálya több mint fele kifejezetten a kezdőket várja. Kisasszony! Árpi komoly szakmai segítséget kapott Kaprun legjobb snowboard tanárát, Ralphot. Aki, csak mellesleg mondom, télen a hegyen tart órákat, nyáron pedig levonul a gardatóhoz és vízisítoktat. Én is mindig ilyen életről álmodtam. És csak hagyd csúszni, mert látod, sok hely van. Ralph nem hagyta lazsálni Árpit. Ez valóban egy más világ volt számára, mint Andival edzeni. Készen álltok? Are you ready? Akkor mehetünk. Are you ready?
Ralph próbálta kijavítani Árpi hibáit, de legalább már nem kellett az elejéről kezdeni. A Ralph-al olyan jó barátság, hogy összejöttünk. Érdekes módon az amúgy mindig énekeskedvű Mázs ezekben az órákban nem fakad dalra. Pláne, amikor hegynek arccal, azaz a völgy felé háttal próbált levelezni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó tanárt kaptam, lendületes, fiatalos és kellő szakmai tapasztalattal. Egy idő után elengedte a kezemet, és én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ezt a sportot is valamilyen szinten el tudtam sajátítani. Nem kell. Hoppá! Így jár az ember, ha nem fogadja el a meleg baráti készszorítást. Ralph és más kapcsolatából látszik, mennyit számít, hogy jó tanárt válasszunk magunknak. Vidám hangulat közepette ugyanis sokkal jobban lehet haladni a snowboard tanulással. Felszabadultabban tudtam már lesiklani, sőt volt, amikor már nem arra figyeltem, hogy tartom magam, hanem már át tudtam adni magamat ennek a sportnak az élvezetének is. Nagyon jó! Ez az! Káprázó napsütés még magasabbra csábította Andit és Árpit, Kisteinhorn igazi csúcsára. 3029 méteren az ember már a levegőt is nehezebben kapja, de a látvány miatt, ami tiszta időben tárul elénk, megéri az oxigénhiány. Hadd nyomjam én a gombot! Mosolj! De nem indítottad el? Most! Idegen vezető segítségével a Kisteinhorn gyomrát is felfedezhetjük. Kiderül, hogy a brit királynő koronáján található smaragd innen származik, és hogy gyógyító hatású kvarckristályokkal van tele a kapunkban található hegygyomra. Te hiszel a jelenben egyébként? Abszolút ezoterikus természetű vagyok, ez mentette meg az életemet a betegségem után. Azt nem tudom, hogy ez milyen energiát ad, viszont van egy ilyen kis bizsergető érzése, lehet, hogy csak azért van, hogy nagyon-nagyon hideg. Meg hogy elmondták a történetét ennek az egésznek. Fél órás vakondokoskodás után végül kibukkanunk a hegy túlsó oldalán. Innen minden látszik, ami Ausztriában számít 2000 méter felett. Én most elhallgatok. Gyönyörködjenek. Nem, itt már csak pihenni fogunk, esküszöm, mert én is nagyon elfáradtam. Masszört ide, de azonnal. Kaprun nem csak a csúcsokon rejt csodákat, hanem a mélyben is. Gyógyvíz segít átmelegedni a hegyen átfagyott csontoknak. Mészáros Árpád Zsolt és Molnár Andi közös snowboard túrájuk végén itt próbálják visszanyerni elvesztett energiájukat. Árpi kemény és fárasztó hegyi tréningeket tudhat a háta mögött, de talán édesebben gondol majd vissza a Havazinnal töltött pár napra egy mézes masszázs után. A Havazin január 1-i adásában Tóth Gabit láthatják, aki visszatér a hegyek közé. És egy különleges hegyi sportot próbál majd ki, a snowbike-ot. Tartsanak velünk vasárnap délben! A Havazint Mozart szülővárosában a Salzburgi Turisztikai Hivatal látta vendégül. A Havazint hegyi programjait a Kapruni Turisztikai Hivatal szervezte. A Havazint az Avis mozgatta. A Havazin együttműködő partnere a Your Body Your Brand. A Havazin jogi tanácsadója a Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda.
A műsort az RTL Klub megbízásából a Full Sport esekészítette.